Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ugye az ünnepi könyvhét alkalmából beszélgető társammal, Szuhár Dórival együtt. Hát elég esősre sikerült ez a mai délelőtt. És természetesen külön köszöntjük nagy szeretettel Aux Eliza írónőt. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Az elkövetkezendő egy órában szeretnénk egy kicsit jobban megismerni Elizát, és azt a folyamatot, azt a varázslatos folyamatot, hogy hogyan válik egy civil, fiatal lányból hivatásos íróvá, akinek aztán megjelenik a végén egy csodálatosan szép regénye. Eliza így van magáról. 1999-ben születtem Egerben, és amióta ismerem a betűket, történeteken dolgozom. Szerintem az írók kettős életet élnek. Fizetik a számlákat, írják a dolgozatokat, miközben sárkányokkal harcolnak, tündérekkel táncolnak és világokat teremtenek. Talán ezért is tartom az írást a legmenőbb dolognak az életemben. Magyar tanár, könyvtáros tanár szakos egyetemi hallgató vagyok, szívügyem az ifjúsági irodalom. Főként Young Adult műveket írok és olvasok, érdekel a lélektan, a humor, a romantika és minden, amitől ember az ember. Célom az írással, hogy érzéseket adjak át, szórakoztassak, és kiszökítsam az olvasót a valóságból. Kalandozzunk együtt a képzelet varázslatos világában. Az íróvá válást megelőzi, hogy olvassunk, sokat olvassunk előtte. Mi volt az első meghatározó olvasmány, könyvtári élményed? Hát ahogyan a legtöbbeknek, úgy szerintem nem leszek különleges azzal, hogyha azt mondom, hogy a Harry Potter volt az, ami nagyon nagy hatást gyakorolt rám. Én is nagyon belelendültem abba, hogy varázslókról, különleges fantasy iskolákról olvassak, és akkor döntöttem el, hogy én is szeretnék írni, és amellett, hogy olvasok is, ezekről a különleges kitalált világokról úgy én is alkotni akartam. Aztán először gondoltam, hogy hát én a Harry Potter szereplőket szeretném más aspektusból megmutatni, más helyzetekbe teremteni, például, hogy mi lenne, hogyha Voldemort még ezt meg ezt csinálna, és még itt is, meg ott is kontárkodna, és hogy hogyan győznék le. Aztán ebből egy idő után már hát kicsit elegem lett mondhatni, kinőttem ezt a Harry Potter világot, és elkezdtem saját, teljesen új világokat készíteni saját szereplőkkel, akik már teljes mértékben nem függnek semmilyen kedvenc olvasmányomtól, hanem csak is az enyémek. Nagyon érdekes ez a Harry Potter generáció, de az az érdekes, hogy ugye sokan 20 évvel, sok-sok évvel ezelőtt elkezdték, amikor megjelent a könyv olvasni, és mondjuk az én gyerekeim is ezen nőttek fel, és már 30 évesek, és még mindig ebben a világban élnek valamilyen szinten, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas látni ezt a folyamatot, hogy mennyivel beszippantott bennünket ez a varázsvilág, kortól függetlenül. Ugye Egerben élsz, itt alkotsz, itt jársz iskolába, hogy mit jelent neked ez a város, hogy adott-e valami plusz inspirációt, hogy ebben a történelmi városban élsz? Ó, nagyon sokat egyébként. Azok a kis macskaköves utcák ott a dobótérnél, azokat egy készülő regényembe bele is írom. Illetve a városnak a szerkezete is nagyon sok mindenben inspirál. Például elképzelem azt is egy készülő történetemben, hogy mi lenne, hogyha az egyetemnek az épületei, vagy az általános iskolám, középiskolámnak az épületei egy-egy ilyen jövőbeli ilyen robotgyárak lennének, és hogy akkor ott mi minden történne, vagy hogy például mi lenne akkor, hogyha az iskola úgy néz neki, hogy mondjuk ott jó sokat, vagy akár varázserű írókat képeznek, ilyesféle dolgokat is el szoktam képzelni, és hogyha nem ebben a városban élnék, akkor valószínűleg ez nem is lenne meg ez a sok hely, amit kitaláltam. És egyébként szeretnék még továbbra is ebben a városban maradni, úgy érzem, még nagyon sok lehetőség van, amit még nem fedeztem fel, és szeretnék. Hát ez nagyon fantasztikus, hogy az embert mennyire inspirálja a lakóhelye. Nem tudom, hogy mindenki Egerben él egyébként? Fiatalok? Nem. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas terep lehet, és sok lehetőséget ad. És mi volt a legfőbb motiváció, hogy írni kezdjél? Ez mikor kezdődött nálad? 11 éves voltam, ha jól emlékszek, amikor elkezdtem írni kis spirál füzetekbe, matekórákon és fizikaórákon, ezt aláírom, igen. Utólag kicsit megbántam, mert javítanom kellett a jegyeimen sokat, de,
de nem baj, hát tanulópénz volt ez is, és gimnáziumban azért már csak otthon írtam, tehát ott már figyeltem arra, hogy az iskolában azért ne kalandozzak el annyira, de előfordult ez is. És egyébként az, hogy ekkor kezdtem el írni, szerintem nagyon sokban befolyásolta azt, hogy én most itt ülök. Tehát, hogyha valaki azt érzi, hogy ő írni szeretne, akkor ne várjon arra, hogy hát majd, hogyha majd ez meg ez lesz, majd, ha majd nagyobb leszek, mert nem. Tehát, hogy abszolút nem befolyásolja azt, hogy valaki író-e, hogy hány éves, vagy hogy mennyi mindent tegyük fel, ért már el, lett érettségiek, elvégezte az általános iskolát, vagy nem tudom, letette a jogsit, ezek nem befolyásolják azt, hogy valaki elkezdhet-e írni. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok, és nagyon hálás azért, hogy fiatalon rájöttem, hogy nem kell félni az írástól, és hogy csak el kell kezdeni. Hát igen, nagyon nehéz szembesülni sokszor azzal, amit leírtunk, hogy igen, a saját gondolatainkat, vagy az érzéseinket. Nem véletlenül volt, hogy mondjuk Gárdonyi Géza is titkos írásra adta a fejét, hiszen ő nem szerette volna, hogy elég sok írását elolvassák, úgyhogy valaki például így kompenzálja ezt. Hogy mi volt az az első írás, amire emlékszel konkrétan, amit így papírra vetettél, hogy megvan az a dolog, amit leírtál, és hogy ezt kinek szántod, azt az írás, hogy csak az íróasztal fiúknak, vagy a családodnak esetleg, vagy magadnak? Negyedikes voltam szerintem, tehát olyan negyedik osztály ősz felé járhatott az idő, akkor kezdtem éppen, és volt egy ilyen feladat olvasás órán, hogy nekünk írni kell egy képről, egy őszi falevelekkel teli képről, valamilyen kis rövid írást, egy novellát. És már nem tudom, mit írtam, csak hogy beleírtam ezeket az őszi faleveleket, és az volt az első írásom, egy ilyen egy fél A4-es oldalnyi terjedelmű nagyjából, telehelyes írási hibákkal, tehát igen, azért az nem volt egy olyan hű, de minőségi írás, de egyébként szerintem attól függetlenül jól sikerül, meg ötöst kaptam rá, de nincs már meg szerintem. Viszont mi egy kicsit kutakodtunk a neten, és találtunk egy novellát, amit én szeretnék elolvasni, mert nagyon megtetszett a mondani valója, és esetleg majd a mondani valójára majd kicsit később vissza is térhetünk. Ez pedig Aux Eliza, egy virág színei. Gyöngyi ma sem kellett senkinek. A kisfehér virág csalódottan nézte, hogy veszik meg társait a vázából, rá viszont egy pillantás sem vett meg. Engem miért nem szeretnek az emberek? Sóhajtott Gyöngyi. Biztos a színed miatt, szólt Ibi, az ibolya. Fehér virágból rengeteg van. Lehet, hogy valami különlegesebbet keresnek. Különleges ember? Tehát Gyöngyi unalmas az emberek számára? Ezen változtatni kell. Gyöngyi egész életében arra vágyott, hogy egy család örökbe fogadja a piacos néni vázájából, és szerető otthonra lejjen. Ha ehhez új szint kell szereznie magának, ám legyen. Ibi szép lilaszínű volt. Minden elhaladó ember megnézte magának. Ha neki is ilyen színe lehetne, biztosan azonnal megvennék. Tudnál adni egy kicsit a lilaságodból? Kérdezte Gyöngyi. Olyan akarok lenni, mint te. Ibi vonakodva ugyan, de végül neki adta egy szirmát. Gyöngyi magára terítette, hogy ne a saját fehérségét lássák a vásárlók. Ennek ellenére továbbra sem vették meg, a szirom pedig a nap végére elhervadt és a földre hullott. Talán nem a lila szína neki való, de tovább kellett próbálkoznia, ha azt akarta, hogy megvegyék. Megkérte hát Sziszit, a nárciszt, hogy adjon neki egyet a gyönyörű napsárga szirmaiból. Sziszi adott, és amikor a vásárlók közeledtek, Gyöngyi magára terítette a szirmot, hogy beburkolja akár egy köpeny, és ne lássa senki a fehérségét. De aznap se vették meg. Másnapra a szirom elhervadt, és a földre hullott. Gyöngyi azonban nem adta fel. Megpróbálta elbűvölni a vevőket a rózsa élénk vörösségével, a szegfű bájos rózsaszín szirmával, még a ne felejts ékék színével is, de soha senki még csak rá sem nézett. Hát miért nem működik? Milyen van a többi virágnak? Amikor már nem maradt többi szín, amit kérhetett volna, kénytelen volt a saját fehérségében várni a vevőket. Szára szomorúan lefelé konyult, már nem is érdekelte az egész. Úgyse fog kelleni senkinek, felesleges tovább próbálkozni. Ekkor egy kislány állt meg a piacos néni asztalánál,
közvetlenül Gyöngyiék vázája előtt. Csillogó szemmel meredt a kis virágra, soha korábban nem néztek még ilyen érdeklődve rá. A fehéret szeretném, mutatott rá, és füligérő vigyor terült szét az arcán. Gyöngyi szárával kíváncsian nyújtozott felfele, hogy minél jobban szemügyre vehesse a lányt. Azonnal megszerette kócos, szőke haját és szeplős, pufók arcát. Mindig így képzelte el a pillanatot, amikor egy család örökbe fogadja. Tudta, hogy az lesz élete legszebb pillanata. A piacos néni megfogta Gyöngyit, és a kislány kezébe adta, aki dédelgetve magához szorította, kellemes meleg sugárzott belőle, Gyöngyi boldogan simult az ölelésébe. Nálam jó kezekben leszel, suttogta neki a lány. Hurrá, most már az enyém, a legszebb virág az egész világom. Nagyon szépen köszönjük, hogy megírtad ezt a novellát nekünk, és arra emlékszel, hogy hány évesen írtad? Ezt az egyetem alatt írtam. Egyetem. Volt egy feladat, meseterápia órán, ahol mesékkel foglalkozunk, és azokat vizsgáljuk, hogy egy kártyát kellett húzni, voltak kiterítve mindenféle alakzatú formájú kártyák, és el kellett venni egyet. Teljesen mindegy, hogy melyiket, én egy virágos kártyát vettem el, és az volt a feladat, hogy rögtönözni kellett róla egy mesét, egy rövid történetet, és én ezt rögtönöztem, aztán le is írtam. Na, nagyon, nagyon jó, nagyon tetszett nekünk. Köszönöm. És akkor most ugorjunk egy nagyot egészen az Ózonőrök című könyvig. Most szeretném felolvasni, hogy miről is szól ez a könyv. Veszélyben a világ, és csak együtt menthetik meg. Livius az Ózonőrök mindennapi életét éli, már amennyire hétköznapi dolognak számít varázserővel felügyelni a természetet. Ám az Ózonőrök egy nem várt akadályba ütköznek. A környezetszennyezés miatt a Föld irányíthatatlanná vált, és teljes a káosz. Livius nyomozásba lendül, hogy rájöjjön a megoldásra. Melania egész életében a testvérei árnyékában élt. Mindig mindenben jobbak voltak nála, és ami talán a legfontosabb, nekik volt szupererejük. De amikor kiderült, hogy közeledik a világ vége, a lánynak esélye nyílik bizonyítani a rátermettségét. Ha meg tudná menteni a bolygót, végre őt is elismernék. Lehet, hogy több minden van a háttérben, mint pár eldobott műanyag palack. Vajon sikerül megmenteni a bolygót, mielőtt túl késő lesz? Az Ózonőrök című regényednek az ötlete, az mikor született meg, és miért pont ezt a témát választottad? Még gimnazista voltam, amikor akartam írni egy olyan történetet arról, hogy valami nincs rendben a természetben, és felborulnak ezek a megszokott évszakok, amit megszoktunk, mi például a tavasz, nyár, ősztél, vagy más vidékeken, ugye, amihez ők szoktak hozzá. És akkor ez még egy rövidebb mese volt. Emlékszem, nem is volt füzetem hozzá, amiben rendes csíkos füzetem, amiben beleírjam, úgyhogy egy ének füzetet vettem elő, és abba kezdtem elírni ezt a történetet. Aztán hát oda tettem a fiókba, több más írás mellé, és akkor vettem elő újra, amikor volt ez a regény pályázat, hogy kimondottan környezetvédelemmel kapcsolatos történeteket keresnek, és arra gondoltam, hogy hú, hát ez nem is rossz lehetőség, van a fiókban úgyis valami, előveszem. Igen ám, csak az kisebbeknek szól, tehát hogy nem tiniknek azért, hanem alsósoknak, és ide meg kimondottan felsősöknek vagy gimiseknek szólót kerestek, úgyhogy át kellett írni teljesen. És erre volt hát olyan egy hónapon, mielőtt kezdődött volna az új egyetemi fél év, akkor már nem lett volna időm rá, úgyhogy reggeltől estig ezen dolgoztam, hogy átírjam ezt a már korábban meglévő ötletet. És így lett belőle ez az, amit most hallhattatok, ez az Ózonőrök történet. És te is egy ilyen Ózonőrnek érzed magad? Hát szeretném annak érezni magam, inkább ezt mondanám. Nagyon sok minden van, amiben nekem is fejlődnöm kell a természetvédelmének a terén. A legtöbben, amikor valamit elkezdek mesélni erről a történetről, vagy meglátják, hogy Ózonőrök a cím, akkor biztos arról fog papolni megint, hogy jaj, így véd a természetet, úgy véd, és közben meg én azt tettetem, hogy én milyen tökéletes vagyok ilyen téren, pedig egyáltalán nem. Tehát én is elismerem, hogy nagyon sok minden van, amiben még változtatnom kell, meg amit tudom, hogy már tudnék változtatni, de még nem tettem meg ezt a lépést.
Úgyhogy kis lépésekben haladok előre az ózonőrré válásnak az útján, és hát remélhetőleg, ahogy több ismerősem is mondta, hogy akár a könyv hatására, akár csak a hírek hallatán, vagy hogy ő szeretne változtatni, úgy együtt lépkedünk előre, és szerintem ez mindenkiben megvan. Úgyhogy reméljük, hogy minél több ózonőr lesz itt a világon. Reméljük. És ugye két testvér szemszögéből olvashatjuk a történetet. A család, amiben élnek, egy különleges család, mivel hogy öten vannak testvérek, ugye öt a sikrekről beszélünk, és mindenikernek van egy különleges képessége, kivéve Melániát, és ez adja az egyik konfliktust is a könyvben. Kikről formáltad a hőseidet? Te melyikkel tudsz leginkább azonosulni? Tudtam, hogy jön ez a kérdés, erre készültem otthon. És sokszor megkérdezik az ismerőseim, hogy ezt meg ezt a szereplőt ugye rólam mintáztad, vagy hogy egy közös ismerősünkről, de van egyébként, amikor igen, és akkor lebukok, mert általában ugye meg szoktam változtatni a szereplők nevét, hogy ne jöjjenek rá, de ez a történet azért érdekes, mert itt a Melania szereplőt, az egyik főszereplőt mintáztam hát sok esetben magamról, mind azon a téren, hogy neki is vannak kezelési problémái, nekem is, ez tény és való, mind azon a téren, hogy mind nagyon tudunk küszködni azon a téren, hogy jobbá tegyük akár a környezetet, akár azt a hátteret, amiben mi benne vagyunk, akár ismerősök terén is. És a többi testvért egyébként már többször is megkérdezték, hogy na kik a többi testvérek az ismerőseim közül, de a többi testvér az inkább sorozatok, könyvek, filmek ihletésére jöttek. Nem azt mondom, hogy egy az egyben lemásoltam más filmeknek a szereplőit, hanem hogy ebben a, nem tudom, sorozatban tetszett ez a szereplőnek ez a tulajdonsága, úgyhogy egy kicsit ebből is vettem bele, de abból például ez tetszett, úgyhogy abból is, és így összeraktam többféle területről ezeket a szereplőket. Amint még gondolkodok, hogy vannak-e olyan mellékszereplők, akiket esetleg ismerősökről formáztam. Igen, van egy tanárnő a történetben, nagyon kevés szerepe van. Azt a legjobb barátnőmről mintáztam, az egyik legjobb barátnőmről, aki szintén tanár, és nagyon szereti a macskákat, úgyhogy őt így meg kellett említeni. Ez a legizgalmasabb része az írásnak, úgy gondolom, amikor teljesen semmiből egy új karaktereket hozunk létre. Tehát, hogy, és akkor úgy belegondol az ember, hogy akkor ezt valaki el fogja olvasni, el fogja képzelni, amit én találtam ki, hát szerintem ez a legnagyobb, ez egyik legnagyobb varázslata az írásnak. És fontosnak tartod, leszámítva ezt a pályázatot is, hogy ilyen témában minél több könyv szülessen, tehát egy kicsit ökotudatosabban éljünk. És amit még szerettem volna kérdezni, hogy ez az ózonőr kifejezés, ez honnan jött? Épp sétálni mentünk anyukámmal. Általában szoktunk este sétálni, amikor mind a ketten ráérünk, nincsen sokáig se neki munka, se nekem iskola, és akkor már elkezdtem írni ezt a pályázatos történetet, de nem volt címe, addig meg címtelenként mentettem el a dokumentumot, és az úgy nem motivált igazán a folytatásra, és beszélgettünk arról, hogy na akkor mi legyen a cím ennek a történetnek, és azon gondolkodtunk, hogy ózonőrtársaság, vagy ózonőrök, és végül anyukámnak volt hála, hogy ez a cím maradt a végleges, és hogy ez lett igazából a regénynek a végső címe. Az ökotudatosságon kívül a másik fontos mondani valója a könyvnek, ugye ez a kirekesztettség érzése, és hogy miért pont ez került a középpontba, miért tartott fontosnak erre felhívni a figyelmet? Nagyon sok írásomban kerül elő ez a téma. Egyrészt közel állt hozzá, hogy elég önbizalom hiányos vagyok, ezt aláírom, ezt más is említette már, hogy kicsit gyanús, hogy ez visszatérő elem az írásokban, hát igen, észrevették valószínűleg, és mondhatni, ez egy feldolgozási mechanizmus is részben, tehát az írás egyfajta terápia is lehet. Másrészt viszont nagyon fontosnak érzem azt, hogy olyanok is kapjanak hangot, akiknek a való életben nincsen, vagy nem hallgatják meg őket. Ilyen lehet például, hogyha valakit kinéznek valami miatt, hogyha van olyan hobbiuk esetleg, vagy a kinézetüknek van olyan tulajdonsága, nem tudom, a haja, testsúlya, stb., szemüveg esetleg, bármi, amit a többiek nem annyira szeretnek rajta, de hogy igazából attól senki nem válik kevesebbé vagy rosszabbá, hogy ő egy kicsit más, és hogy ezt nagyon szeretem mindenféle tekintetből megmutatni, és hangot adni ezeknek a szereplőknek, mert ahogyan a való életben, úgy a történetekben is nekik van hangjuk, és érdemes rá figyelni.
És visszatérve egy kicsit az ózonőrségre, illetve az ökotudatosságra, hogy szerinted, hogy az iskolákban, óvodákban, vagy otthon, hogy a fiatalok elég egész, vagy elég információt kapnak ahhoz, hogy ők is ózonőrökké, tudatos ózonőrökké válhatnának, hogy mennyire nyomják ezt, azt látjuk a tévében, itt ott, ott, de hogy ez mennyire hatékony, mennyire tapasztalat, hogy mennyire lenne szükség még az ilyen könyvekre, regényekre. Hát most pont azzal foglalkozok, hogy minél több ilyen témában íródott könyvet elolvassak, és egyébként vannak jók, tehát hogyha valakit érdekel, akkor tudok még ajánlani többet is. És én azt látom az iskolákban, hogy próbálják minél több tantárgyba betenni ezt a környezetvédelem témát. Egyik etika tanárbarátnőmmel is beszélgettünk pont erről, hogy van az etika órákon, amíg még vannak ilyen környezetvédelemmel kapcsolatos témakörök, és hogy azt is próbálják a tanárok feldolgozhatóvá tenni a diákoknak, hogy ne csak ilyen megmondom, hogy mit csinálj típusú óra legyen ebből is, ami lássuk be jó hatékony olyan szempontból, hogy nyíltan és egyenesen elmondják, hogy mi az, amit lehet tenni a környezetért, viszont hát eléggé unalmas és nem motiváló. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy neked ezt meg ezt kellene csinálnod, a legtöbben már csak azért is az ellenkezőt fogják csinálni, mert hogy nekem senki nem mondja meg. Úgyhogy a könyvek szerintem pont erre jók, hogy nem didaktikusak, és példákon keresztül mutatják meg nekünk azt, hogy mindannyiunknak, nem csak gyerekeknek egyébként, vagy ovisoknak, vagy gimnazistáknak, hanem mindenkinek, aki olvassa ezeket a könyveket, hogy mi az, amit tényleg lehet tenni ebben az esetben, és hogy miért kell egyáltalán tenni ezeket. Az ózonőrökben is például, meg a könyvekben, amiket én olvastam még ilyen témában, nem az a hangsúlyos, hogy most mennyit és mit teszel, hanem hogy miért teszed, és hogy mi a motivációd erre. Mert hogyha beiktatod minden egyes héten, mondjuk, hogy te elmész, és akkor nem tudom, szed szemetet, vagy szelektíven gyűjtesz, vagy ilyesmi, de közben meg olyan motivációval csinálod azt, hogy jaj, már megint ezt kell csinálni, hát én azt abba hagyom, engem ez nem érdekel, akkor annak nem lesz hatása igazából. És az a lényeg szerintem, meg a könyvek írója szerint is, hogy amíg fejben és lélekben nincs meg ez a szándék, hogy azért akarunk segíteni a környezetnek, mert szeretjük azt a helyet, ahol élünk, addig az egész igazából nem sokat ér. Hát igen, mert hogyha nem akarok spoilerezni, hogy ugye egy varázs erőnek köszönhetően az emberek egyszer csak nem kezdik el dobni a szemetet és egyebek, tehát ez nem fog így megtörténni, tehát nem fogunk felülről egy ilyen varázs erőt kapni. Sajnos ezt magunknak kell dolgozni azért, hogy ne pusztuljon tovább a föl, és azért láthatjuk a látható jeleket, hogy nem jó fele halad a világ, de azért tényleg, hogy mi mennyit tehetünk érte, hogy erre is nagyon felhívja a figyelmet a könyv, és nagyon hálásak vagyunk érte. Én köszönöm annak, aki olvassa. És az ötlettől a regényig mennyi idő telt el, mennyi idő alatt írtad meg ezt végül a könyvbe? Hú, hát az eredeti ötlethez képest szerintem pár év azért kellett. A pályázatnál nem volt ekkora nagy határidő megszabva, ezért volt jó, hogy már tudtam mihez nyúlni. Volt egy énekfüzetes kis korábbi évekről maradt tördelék, amit be tudtam vinni gépre, és akkor azt át tudtam dolgozni. Viszont maga az ötlet szerintem már azóta bennem van, hogy ezt a negyedikes fogalmazást megírtam, hogy valamit kell írnom a természetről, én ezt tudtam már akkor is, csak akkor még nem tudtam, hogy mit. És sokszor megkérdezték azt is, hogy miért, vagy hogy melyik szereplő miatt írtam egyáltalán, vagy hogy mi az a, ami nekem ennyire tetszik a természetben, hogy pont erről akarok írni, hát annyi érdekesebb dolog van. És én az ősz, meg az évszakok váltakozása miatt, hogy nyáron az őszt várom, ősszel a telet, tehát a tél esetében a tavaszt, és így tovább. Tehát, hogy mindig azt várjuk, ami ezután következik, és akkor ugrott be, hogy mi lenne, hogyha arról írnék, hogy jó, várjuk, hogy következzen a következő évszak, várjuk, hogy most már ugye jöjjön a nyári szünet, ne kelljen az iskolában tanulni annyit, hanem pihenhessünk végre, vagy akár, hogy mondjuk aki szereti az iskolát, az várja, hogy jó, most már jöjjön a szeptember, most már találkozni akarok a barátokkal újra. Lehet, hogy ebből több van, kevesebb, ki tudja, de hogy vannak azért ilyenek is. És hogy mi lenne akkor, hogyha egyszer várnánk, de nem történne semmi. Úgyhogy ez az ötlet, ez már évek óta bennem van.
Most meg szeretnélek kérdezni benneteket, hogy nem tudom, hogy valaki olvasta el mondjuk a Harry Pottert, vagy nézte el filmen, vagy ilyen hasonló fantazi regényeket. Szeretitek-e? Nem tudom, Gyűrűk ura, hasonló, tehát ami ilyen kicsit nem a mai valóságban játszódik, hanem egy elképzelt világ. És ugye a fantazi regényeknél nagyon fontos az, hogy egy egész külön világot építsen fel az író. És hogy vajon a mostani fiatalok, és most rólatok is beszélek, meg a kicsit nagyobbakról, akiknek néhány másodperces videók kötik le csak a figyelmüket, ez a TikTok generáció, hogy vajon ez fejleszti a fantáziát, vagy nem gátolja azt, hogy a fantáziánk fejlődjön, és aztán ki tudjunk találni egy ilyen külön világot, külön világokat építsünk magunknak, hogy vajon mi fejlesztheti a fantáziánkat, hogy ilyen történeteket tudjunk kitalálni. Hát nekem például vannak különféle sorozatok, amik nagyon megragadják a képzeletemet, ilyen például a Stranger Things is akár, vagy az Esernyő Akadémia. Ezeket nagyon szeretem, és szerintem, hogyha az ember nem is feltétlenül egy könyvben, de azért jó, hogyha könyvben, hogyha akár egy filmben, sorozatban, még akár el tudom képzelni azt is, hogy TikTok videóban lát valami fantáziát, amit tovább gondol, és aztán még tovább, és ebből valami teljesen újat kreál a fejében, és akár ezt mondjuk vagy papírra veti, vagy hogyha nem tudom, zenélni szeret, akkor valamilyen hangszeren, vagy énekkel mutatja meg, ha festeni, akkor mondjuk lefesti azt a tájat, ahol nem tudom, mondjuk a demogorgonok vannak, hogyha már így a Stranger Things-nál kötöttem ki, mindig ott kötök ki egyébként. Valahogy minden beszélgetésben beleteszem, nem baj. Tehát, hogy minden lehet hatással az ember képzeletére, akár az is, hogyha meghallgatsz Spotify-on vagy YouTube-on egy zenét. Igazából bármi. És szeretjük persze, hogyha ezek könyvek, nyilván én különösen szeretem, mert író vagyok. Igyekeztem azért rövidre írni ezt a történetet, tehát 136 oldal azt hiszem. Szóval egy nagy vaskos 600 oldalas könyvhöz képest azért könnyebben emészthető, mind fogalmazásilag, mind pedig hosszúságában, úgyhogy igyekszünk közelebb vinni a könyveket is ilyen témában hozzátok. Igen, úgyhogy mindenkinek ajánlom ezt a könyvet egyébként, mert tényleg nagyon gyorsan és nagyon jól olvasható a könyv. Amit mindig meg szoktunk kérdezni az íróktól, akik eljönnek hozzánk, hogy kell elképzelni egy írót írás közben, hogy te hogyan alkotod meg ezeket az alkotásaidat, hogy leülsz egy íróasztalhoz, és szépen itt kirakod az íróeszközöket, vagy bebújsz az ágyikóba, és akkor a laptoppal kalapálsz. Te hogyan alkotod meg az írásaidat? Hát először is legfontosabb szóval, hogy írás közben ne szóljanak hozzám, mert akkor harapok. És az nem feltétlenül szép látvány. Csináltam, vagyis hát apukám szerelt össze nekem egy íróasztalt, ilyen apró darabokból, úgyhogy az jó sokáig tartott szegény nekünk, azt összeszerelte, feldíszítettem mindennel, ami úgy motiválhat az írásban, és természetesen nem használom, hanem az ágyamban, hát mondhatni fekszek, ilyen nagyon kitekert pózban, és úgy pötyögök a laptopon, miközben bömböl a zene a háttérben, mert én zene nélkül nem szeretek, meg nem is nagyon tudok írni, úgyhogy mindig az adott történethez valami hasonló hangulatú zenét teszek be, és akkor az általában szokott segíteni abban, hogy minél gyorsabban haladjak. És ami hát nem annyira általános, de én szeretem azért nyomon követni, hogy mennyit haladok, hogy van egy Nanovrimo nevű oldal, ahol lehet beírni, hogy ma hány szót írtál, vagy hány karaktert gépeltél be, és meg is mutatja, hogy mennyit kell még írnod ahhoz, hogy hát egy nagyjából egy regény hosszúságú legyen belőle, és leosztja neked, hogy egy nap mennyit kell még írnod, hogy minden nap annyit kell megcsinálnod, és akkor úgy kész lesz egy bizonyos időre a regény. Úgyhogy ezt mint egy határidőnaplót szoktam használni, mondhatni, és hogyha nagyon elfáradok az írásban, akkor ezek a motiváló filmek, sorozatok, könyvek azok, amiknél tartok egy kis szünetet, aztán hogyha megint értem azt, hogy hát ez olyan jó volt, hogy én is szeretnék valami nagyon jót csinálni ennek hatására, akkor pedig folytatom. És elgondolkodtál már azon, hogy főállású író legyél? Ó, hát én nagyon sokat gondolkodok erről, az már más kérdés, hogy ez a valóságban sajnos valószínűleg nem fog megtörténni, vagyis hát én szeretném, ha megtörténne, nem temetem a dolgot, de hát az az igazság, hogy egyre kevesebben olvasnak könyvet, egyre hát drágábbak a könyvek is sajnos a jelen helyzetben, és azért egyre kevesebben veszik meg őket.
Azt nem tudom, hogy könyvtárban mennyien járnak úgy általánosságban, de remélhetőleg azért többen, mert ugye ez egy jó lehetőség, hogyha az ember nem tud minden könyvet megvenni, akkor itt van egy csomó, tehát ez egy jó lehetőség. És hát azért el kell adni jó sok példányt ahhoz, hogy valaki főállású író legyen, és ugye az is csak egyszeri pénz. Nekem szerencsém volt most a pályázattal, mert itt ugye volt pénz nyeremény, jutalom mondhatni a helyezetteknek, és akkor én így kaptam meg a szerzői jogdíjamat, így egy összegben. De tehát, hogy ez is egy egyszerű lehetőség, és hát sokáig nem fogja fizetni azt a sok mindent, amit én venni akarok magamnak, pedig tudom, hogy nem kellene megvenni. És mit tanácsolsz azoknak, akik úgy gondolják, hogy van bennük egy vagy több történet, hogy hogyan fogjanak hozzá, hogyan fogjanak az íráshoz? Ó, hát itt kettő nagy szabály van. Az első, hogy el kell kezdeni, függetlenül attól, hogy most nincs kedvem, most annyira nem érek rá, de mi van, ha rosszul sikerül? Nem baj. Hogyha már van valamihez nyúlni, már valamit elkezdtünk írni, akkor onnantól már igazából azon csak dolgozni kell, és elkezdeni a legnehezebb egyébként. Rászánni tényleg az embernek magát, hogy bennem van egy történet, hiszek benne, hogy az jó, és szeretném azt akár magamnak látni egyben, akár másnak megmutatni. Ez nagyon nehéz lépés, tehát hogy ez az első legfontosabb, a másik pedig, hogy hát folytatni kell, tehát hogy nem szabad, lesznek akadályok. Ezt most megmondom őszintén, nagyon, nagyon nehéz itt az íróvá válás útja, nem úgy működik, hogy én most ezt begépelem, elküldöm, nem tudom, a kiadónak vagy a nyomdának, és holnap én már itt ülök. Ez sajnos nem így fog történni, és tényleg nem akarom senkinek elvenni a kedvét, de erre lelkiekben érdemes készülni, mert sok megpróbáltatás vár az emberre, és ezt általában nem szokták nagyon hangoztatni. De igen, tehát nem szabad feladni akkor sem, hogyha most az ember elbizonytalanodik abban, hogy de tényleg annyira jó ez az írás, vagy tényleg annyira hiszek én ebben a történetben, és annyira szeretek kalandozni a saját világomban. Tehát igen, ez a második. És hogyha már mindez megvan, tehát megvan a történet, akkor érdemes belépni akár Facebookon, akár nem tudom, Instagramon, bárhol ilyen irodalmi pályázatok, csoportokban, mert én is egy ilyen csoportban láttam meg ezt a regénypályázatot, ami által lett ez a könyv, tehát hogyha én azt nem látom, akkor be sem küldök, meg sem szerkeztem azt az írást, amit már elkezdtem, és akkor nem kaptam volna sem pénzt, sem nyeremény, sem könyv megjelenés, semmit. Tehát, hogy vannak lehetőségek, mindig lesznek, hogyha azok nekünk szólnak, akkor pedig érdemes élni velük. És volt valaki vagy valakik, akivel folyamatosan konzultáltál, szakemberek vagy civilek, vagy megkérdezted el valakinek a véleményét, hogy ez most jó lesz-e, és hogyan haladják tovább, valaki kicsit instruált ebben? Igen, a legelső verzióját, még az énekes füzeteset, ennek a történetnek egy barátnőm látta, és adott rá javaslatokat, aki most már egyébként ő is megjelent író, tehát hogy együtt jártuk végig ezt az utat. És ilyenkor őszintének kell lenni, hogyha kevés visszajelzést kap az ember valakitől, vagy csak annyit mond, hogy ó, ez nagyon jó, lehet, hogy tényleg nagyon jó, tény és való, de akkor érdemes még azért megmutatni másoknak is, akik lehet, hogy fájdalmas dolgokat fognak mondani, hogy hát lehet, hogy még itt, meg itt, meg itt még ezt kellene csinálni vele, de attól lesz jobb a szöveg, persze akkor, hogyha egyetértünk a meglátásokkal, nem kell mindent elfogadni. És egyébként az is teljesen rendben van. Van olyan író ismerősöm, aki senkinek nem mutatja meg az írásokat, csak hogyha kész van vala, akkor beküldi kiadóba, és ugyanúgy megjelent szerző. Ő is ugyanúgy sikeres, azóta is ír, sőt azt hiszem színdarabokat is rendez, úgyhogy igazából itt nincs egy recept, hogy nekem most kötelező megmutatni másoknak, kötelező 50-szer átírni, vagy egyből, ahogy én késznek érzem, és már átnéztem csomószor, akkor mehet is. Úgyhogy amit jónak láttak, hogyha tényleg írni szeretnétek. El szoktad olvasni a kritikákat? Lehet belőlük építkezni? El szoktam olvasni, igen. Mindig elolvasom őket. Az írónak általában azok a visszajelzések, azok, amik interneten érkeznek, vagy barátok mondják el, vagy üzenetben küldik őket. Ők azok, akik visszajelzést adnak. És hát Magyarországon a magyar íróknak annyira sok visszajelzésük. Jó, persze, hogyha valaki nagyon sikeres, akkor van. Én is például nagyon szeretem olvasni az ajánlókat Leiner Laura könyveiről. Nagyon szeretem az ő könyveit, és annyira jó látni, hogy mások is szeretik, és így közösséget építeni. És láttam már olyat is, hogy
olyan szerzőknél, akiket nem is ismertem, úgy nézekedtem meg, hogy na akkor mit gondolnak ennek, meg ennek a szerzőnek a könyvéről. Láttam jó ajánlókat, és ó, én is elolvasom, és én is szeretem, és én is ajánlom. Úgyhogy szerintem ezek az ajánlók nagyon közel hozhatnak. Persze vannak olyanok is, akiknek nem tetszik, és teljesen jogos az ő véleményük is, mert hát emberből vagyunk, nem mindenki ugyanazt szereti. És mindig át szoktam gondolni, hogyha valami olyan visszajelzés érkezik, aki azt mondja, hogy hát ez a könyv, ez nem volt jó, akkor elmondja, hogy ezért, meg ezért, meg ezért. Hogyha elmondja, és akkor én ezeket meg szoktam nézni, és el szoktam gondolkodni rajta, hogy igen, ezt lehet, hogy így is csinálhattam volna, igen, igen. Tehát, hogy nyilván valamivel nem értek egyet, és azt mondom, hogy de szerintem ez jó, persze, ilyen mindenkinek van. De igyekszem azért nem megsértődni az ilyen véleményeken, hanem logikus fejjel átgondolni, hogy igen, ezt miért írta, és hogy legközelebb én ebből mit tudnék tanulni. Amit mindig megkérdezünk szintén az íróktól, hogy ők annak idején hogyan viszonyultak a kötelező olvasmányokhoz, a kötelező irodalmakhoz. Nálatok még van ilyen? Nincsen? Vagy van? Van, igen. És hogy vajon, hogy a kötelező irodalmak, vagy az olvasmányok elrettentik, vagy inkább megszerettetik az olvasást, vagy közelebb viszik? De erről lehet, hogy ti többet tudnátok beszélni. De most megkérdezzük Elizát. Hát magyar tanárszakosként azt kellene mondanom, hogy a kötelező olvasmányok nagyszerűek, és mindenki imádja őket, ez nem igaz. És én azért látom néhány fejen, hogy azért egyet értetek velem, hogy hát némelyik érdekes, persze természetes, hogy ezek a könyvek a történelem során, meg az irodalom tudományának során nagy jelentőséggel bírnak, és fontos alkotások. Az más kérdés viszont szerintem, hogy fiataloknak írottak-e. Nagyon sok olyan történet van, amire rásítik, hogy ifjúsági regény, mert fiatalok vannak benne, de hát szerintem ezt ti is tudjátok, hogy attól, hogy van egy szereplő, aki gyerek, vagy tini egy történetben, attól az még nem feltétlenül lesz neki szólókönyv. Úgyhogy ezt a kettőt nagyon szokták keverni itt, amikor a kötelezőkről van szó. Van olyan, amit szerettem, a Pál utcai fiúk, hát én például azért nagyon rajongtam. De vannak olyanok is, amik hát tényleg azt mondom, hogy engem is majdhogy nem elrettentettek, és hogyha nem olvasom hozzá a kortárs ifjúsági regényeket, akkor lehet, hogy én sem kezdenék el jobban olvasni. Úgyhogy hát nagyon megosztó ez a téma, de hát reméljük, hogy titeket sem rettent el semmilyen könyv, hogyha mondjuk ti pont nem szeretitek mondjuk a Kőszívű ember fiait, vagy a Kincskereső kiskönyvet, hát én azon sírtam, nem mindegy. Tehát, hogyha ezeket nem szeretitek, akkor sem az fogja jelenteni, hogy akkor az egész olvasás, az összes könyv az nem nektek való, hanem csak azt, hogy ti valószínűleg más fajtákat szerettek olvasni, és ez teljesen rendben van, nem mindent mutatnak meg ilyen téren az iskolában, mert ennyi könyvet, amennyi akár itt van, akár létezik a világon, nem tudnak bevinni az oktatásba. Viszont azért kell ezeket a könyveket mégis ismerni, és azért lenne jó szerintem, hogyha később vennétek nagyon sok könyvet, de hát ugye ezt nem tehetitek meg, mert a tanáraitok sem tehetik meg igazából, hogy át tudjátok érezni az idősebb szereplőknek is ezekben a kötelező olvasmányokban, hogy ők mit élnek át, miért így élik át, miért ez történik, meg az történik. Mert sok történet például már annyira régi, tehát, hogy rég íródott, hogy a nyelvezete is igazából az jelenti a problémát, hogy nem értem a szöveget, ez most miről szól, és ez is nagy, hát mondhatni, szakadékot tud képezni a könyv meg az olvasó között. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy hát vannak olyan kötelezők, amiket túl kell élni, ez tény és való, de azáltal is fogtok fejlődni egyébként, és hogyha valakinek épp nem tetszik egy könyv, az ne riasszon el senkit attól, hogy más könyvekbe is kalandozzon és tegyen velük egy próbát. Hanem csak érdemes megnézni, hogy ebben a könyvben mi az, ami nem tetszett, ez rám hogyan vonatkozik, hogy én akkor miért szeretnék inkább olvasni, és már azáltal, hogyha esetleg sorozatokat néztek, akkor, hogyha mondjuk szeretitek, vagy nem akarok megint a Stranger Things-el jönni, de muszáj. Tehát, hogyha még szeretitek a Stranger Things-et, akkor lehet, hogy ti a fantasy vonalán lesztek majd jó olvasók. Hogyha a viccesebb történeteket szeretitek, akkor pedig az olyanokban. Hogyha a képeket, akkor képregények. Igazából ezt mindenkinek egyénileg kell bejárni ezt az utat, hogy ki mit szeret olvasni. És a könyv megírásán túl ugye a könyv kiadása egy másik nehézség, hogy neked ez milyen élmény volt, hogy milyen tanácsot tudsz adni azoknak, akik ezzel a gondolattal kacérkodnak, hogy szeretnének esetleg megjelentetni.
nagyon, hát mondhatni, telített a piac írókból Magyarországon is, meg az egész világban is. Mindenki szeretné, hogy legyen könyve több is. Viszont ugye ez nem arányos azzal, hogy hányan is szeretnék elolvasni azt a könyvet. Tehát több író van, mint olvasó jelenleg, és azáltal a kiadók nagyon-nagyon megválogatják, hogy kiknek adjanak esélyt, lehetőséget és miért. És ugye most ez a gazdasági helyzet is, bár a legtöbben még gondolom ezt nem érzitek annyira, vagy hát remélhetőleg nem érzitek, de a könyvek drágulása is nagyon beszűkíti ezeket a lehetőségeket. Sok kiadó csak a már bejáratott bestseller szerzőktől fogad kéziratot, és az első könyveseknek, így mondják azt, akinek még ez lenne az első könyve, azoknak nem is nagyon ad lehetőséget, mert hogy azt a nevet még be kell járatni, azt még senki nem ismeri. A legtöbben valószínűleg, akik most itt vagytok, azt se tudjátok, hogy én ki vagyok. Hát nem véletlenül egyébként első könyv, és nincs nagy név. És ez az eladásokban is meglátszik, ami azért, hát hogyha valaki ebből él, hogy könyveket ad ki, azért érthető, hogy kétszer is meggondolják, hogy mi az, amit tudnak bevállalni, és mi az, amit nem. Úgyhogy ez lesz igazából egy nagyon nehéz része. Megírni sokkal könnyebb lesz. Az is, hát igen, végigírni egy regényt azért nagyon, nagyon emberpróbáló, de ez a legnehezebb része, és itt nem szabad tényleg feladni, hanem hinni kell abban, hogy amit megírtál, történet, vagy amit el szeretnél mesélni, az jó is, hogy szeretnéd, hogy mások is lássák. Hogyha adnak tanácsokat, hogy de miért nem fogadták el, akkor ők a ti embereitek, mert akkor ők tényleg segíteni akarnak. Hogyha nem is válaszolnak, vagy azt mondják, hogy köszönöm, akkor jó, akkor köszönöm, megyünk tovább, de ezt kell csinálni, tehát hogy menni kell akkor tovább, egészen addig, amíg meg nem lesz az eredménye. Hát az Harry Potter íróját is számtalan kiadó utasította vissza, úgyhogy ő is nagyon sokat próbálkozott, amíg ki nem adták a regényét. És most megint hozzátok fordulok, ugye megnézzük ezt a könyvet, és hogyha bejöttök ti a könyvtárba, vagy a könyvesboltba, mi alapján szoktatok kiválasztani egy könyvet elsősorban? Miért, mikor veszük le a polcról? Mi alapján döntünk? A borító alapján. Nagyon jó, pont ezt vártam, hogy ennek a könyvnek is egy elég izgalmas és érdekes borítója van, és az sem titok, hogy ugye ezt a borítót, ezt Eliza tervezte, sőt, sok más borítóval együtt, hogy ez nem, melyik volt előbb, hogy borítókat terveztél, vagy írtál, vagy párhuzamosan? Párhuzamosan, már akkor elkezdtem szerkesztő programokkal, én ingyenes, online, vagy épp letölthető szerkesztőkkel, mint a Photoscape. Most bejött a Canva, úgyhogy ez is például részben a Canvával készült, meg a Photoscape-el, ezek ingyenes programok, tehát hogy bárki tud ilyet csinálni. És ahogy elkezdtem írni, már akkor szerettem volna, hogy ó, de milyen jó lenne, hogyha a történetemnek, még hogyha meg sem mutatom, senkinek lenne valami kis borítója, és már akkor csináltam hozzá. Hát az első terveket, amik még 12 éves koromban készültek, mint hogyha paint-tel raktam volna össze, ez tény és való, nagyon, nagyon csúnyak voltak, de hát utána 10 év elteltével jutottunk el ide, szóval, és én erre a tervre egyébként büszke vagyok, van akinek tetszik, van akinek nem, nekem tetszik. Úgyhogy igazából ez is olyan, hogy el kell kezdeni, aztán fejlődni benne. És amikor nem írsz és nem tanulsz, akkor mivel töltöd a szabad idődet legszívesebben? Hát én eléggé otthonülős vagyok, úgyhogy általában azzal töltöm az időmet, hogy a barátaim próbálnak kirángatni otthonról, és jól teszik egyébként, mert különben senki nem látna engem, csak amikor már így elfogy otthon az étel, és akkor menni kell valamit szerezni, mint valami begubózott bogár, olyan szoktam lenni, és csak hallgatni a zenét, vagy nézni sorozatokat, hát nagyon, nagyon gyorsan le tudok darálni sorozatokat, ez szuper képességem, hogyha jó, persze. És hát általában, hogyha sikerül kirángatniuk otthonról, akkor elmegyünk beülni valahová, kávézni, teázni, enni egy jót, vagy szeretek elmenni sétálni, de akkor meg megint arra gondolok, hogy de ha kimegyek sétálni, akkor emberekkel kell találkozni, és az már... úgyhogy ezzel szerintem amúgy sokan nem tudnak azonosulni, hogyha mégis, akkor viszont ti értitek, hogy ez miért olyan nagy dolog, hogy hú emberek. De igen, tehát hogy átlagos hobbjaim vannak, és általában próbálnak kirángatni otthonról.
És akkor az egyik utolsó kérdésünk az lenne, hogy milyen terveid vannak a jövőre nézve, van-e már következő regényterved esetleg? Dolgozom rajta, csak most általában ez az időszak nekem is az iskoláról szól, én is tanulok még, meg hát most már tanítok is, és az eléggé, hát bármennyire is nem látszik a tanáraitokon, mert nagyon jól csinálják, amit csinálnak, de nagyon el tudunk fáradni benne. És olyankor általában, hogyha hazaérünk, utána már még kell csinálnunk a holnapi órákra a terveket, hogy ti is megfelelően tudjatok haladni, a dolgozataitokat kijavítani. Hát az mondjuk néha érdekes szokott lenni, hogyha vagy nagyon jók, vagy nagyon rosszak, akkor általában dicsekedünk, vagy nézzük, hogy húha. Igen, aztán utána, hogyha kell, akkor javítókat is, akkor felkészülni a feleltetésekre. Tehát jó sok munka van azért ezzel a tanítással, és tényleg, amíg nem kezdtem el, mert most nekem ez gyakorlat, addig nem tudtam. Addig csak úgy tűnt, hogy a tanárok ők bejönnek, mondanak valamit, mennek és kész, de nagyon-nagyon nem. Tehát, hogy minden órára felkészülni azért nagyon-nagyon komoly munka, és érzem, hogy azért nekem még többet is kellene készülnöm, mint amennyit készülök. Tehát, hogy elképesztő. Az egyetem, hát meg az most már véget ért szerencsére. Még 2 egyéb vizsgám van hátra, így júniusban, és akkor utána már remélhetőleg lesz időm nekem is jobban írni, és a jövőbeli terveimmel foglalkozni a téren, de vannak tervek, vannak. Nagyon szépen köszönjük, és a beszélgetés végén mindig egy ilyen kis merénylettel készülünk az író ellen. Egy kis villámkérdésekkel készültünk, a villámkérdésekre lehet egy szóban is válaszolni, és lehet kifejtősebben is válaszolni a kérdéseinkre. Jókor. Tél vagy nyár? Tél. Folyó vagy tó? Tó. Múlt vagy jelen? Múlt. Mire nem sajnálod az időt? Pénzköltésre. Mire igen? Mire igen? Tanulásra. Fekete vagy fehér? Fekete. Könyv vagy e-book? Ez könyv. Chat vagy élőbeszélgetés? Chat. Nagyváros vagy vidék? Vidék. Gyors kaja vagy házi koszt? Házi koszt. Milyen egy tökéletes napod? Felkelek, remélhetőleg nem túl korán, semmi ébresztő, olyat nem csinálunk. Megreggelizek nyugodtan, én vallásos vagyok, úgyhogy elolvasom a bibliai részletet, amit szeretnék aznap, imádkozok egyet, aztán találkozok barátokkal, jó hangulatú a nap. Hogyha hazamegyek általában délutánra, akkor már jól elfáradok, és csak elkezdek olvasni, vagy megnézni egy jó sorozatot. Tehát a tökéletes nap az nekem átlagos, és ne kerüljek ágyba túl későn, mert azt nem szeretem. Valóság vagy fikció? Fikció. Mivel lehet lekenyerezni téged? Vásárlással. Nagy hibám. És kedves Eliza, mire vagy a legbüszkébb? A legnehezebb a végére maradt. Talán arra, hogy amikor nagyon nehéz vagy kilátástalan volt egy helyzet az életemben, akár valami betegség miatt, hogy egy fél éven át nem tudtam például iskolába se járni, és hát akkor sok mindennel el voltam maradva, akkor is utána írtam meg egyébként, miután már kicsit jobban éreztem magam, és fel tudtam venni az iskolafonalát, utána írtam meg ezt a történetet. Talán igen arra, hogy amikor ezek a rossz dolgok voltak az életemben, akkor sem hagytam abba, vagy nem hagytam, hogy ez a sötétség, ez a rossz érzés az uraljon engem, hanem tovább mentem. Mert igazából csak akkor lehetünk eredményesek, vagy érhetünk el bármit, hogyha tényleg tovább megyünk.